Tünet együttes előadását mutatták be legutóbb a Gyulai Vár Színház kamaratermében. A burok, a táguló idő összehúzódásai című előadás gondolata Szabó fejében már akkor megfogant, amikor megszületett a kislánya. Az volt az érzése, hogy a vajúdás egy olyan dolog, melyet nem lehet elmesélni. A rendező koreográfus kiemelte, aki ezt átélte, akivel ez megtörtént, ő egy másik ember, és egy olyan tudás birtokában van, ami megoszthatatlan. Ez a megoszthatatlanság inspirálta az előadást. Mit jelent az, hogy megoszthatatlan, és egyáltalán tényleg megoszthatatlan, és hogy, hogy lehet valamennyire mégis átadni ebből valamit, hogy mi történik ott az emberrel? És hát erre azt hiszem 8 9 évet vártam, míg neki fogtam ennek a dolognak, és Hát négy fantasztikus táncos nőt kértem fel, akik már mind anyukák voltak akkor, tehát valakiknek több szülésen is túl volt. Mert az volt az elképzelésem, hogy, hogy úgy beszélünk erről testtel, fizikalitással, szöveggel, vizualitással, mindenféle módon megpróbáljuk átéreztetni a ott ülő közönséggel, hogy ez milyen érzés. Az előadásban résztvevő négy táncosnő a saját szülés történetéből és testemlékeiből, traumatikus és eufórikus élményéből dolgozik. Megpróbálják kifordítani mindazt, ami a csukott szemeken, a bőrön, a tudattalanon belül történt. Szabó Réka kiemelte, a táncosok az előadás alatt nem várandósok, mégis teljes birtokában vannak fizikalitásuknak, táncosságuknak, és ezáltal fejezik ki az előadás mondandóját. Az évek során mindenki hozzáadott a saját életéből a burokba. Az egyik táncos nő rögtön terhes lett a próba folyamat elején, és ezért aztán ez végül is úgy mutattuk be az előadást, hogy őt megtalálta egy olyan szerep az előadásban, amiben ő terhesen van jelen, és ez iszonyatosan sokat hozzáadott magához a próba is, hogy ott volt velünk ő végig terhesen, és, és szerintem nagyon erősen az érzékenységét, az egésznek az átélését nagyon megemelte ez a, ez a tény. Szabó Réka elmondta, az elejétől fogva úgy képzelte el az előadást, hogy a szülés egy olyan határhelyzet, mint amilyennek a haldoklást képzeli. Olyan, amikor a természet átveszi az ember felett az uralmat. Réka kiemelte, sokféle a szülést. Az előadással nem szerették volna rózsaszín ködbe temetni a témát, a teljes komplexitásában és a maga eufóriájával és nehézségeivel együtt mutatják be a szülést. A rendező kiemelte, azok közül, akik már szültek, sokan azt mondják, hogy újra átélik ezt, és felszakadnak traumatikus élmények ezzel az előadással.